Na mindegy. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy rövidke kis videó lesz, ugyanis szeretnék hirdetni egy nyereményjátékot, és hát ehhez nem fogom túl sokáig húzni a szót, remélhetőleg, mert mindig olyan sokat tudok beszélni. Szóval igazából, amikor meglett az 5000 feliratkozó, akkor nem volt alkalmam tartani egy nyereményjátékot, és most még igazából nincsen új kerekszámom, tehát most pont 5000 és 6000 között vagyok félúton. Úgyhogy ezért azt találtam ki, hogy ennek a nyereményjátéknak most azt a címet fogom adni, hogy tavaszváró nyereményjáték, ugyanis most már kezd kicsit elegem lenni abból, hogy hideg van, bár a nyarat se szeretem, viszont a tavasz meg az ősz a két legjobb évszak, főleg amikor sikerül az időjárásnak átmeneti hőmérsékletet biztosítania. Ráadásul most már ez a szürkeség elég depressziós hangulatot idéz, úgyhogy most már szeretnék nyíló virágokat látni. Úgyhogy ennek örömére hozom akkor ezt a kis tavaszváró nyereményjátékot. Ebben a nyereményjátékban igazából két könyv közül lehet választani. Mind a kettő olvasatlan állapotú vadi új könyv, tehát mind a kettő olyan, hogy én már olvastam, de nem az én példányaimat adom el természetesen, vagy adom oda, hanem olvasatlan új példányokat. Ez a két könyv két különböző kategóriájú könyv is lesz, szóval mindenki ki tudja választani azt, amelyik neki jobban tetszik. Az első könyv, amit választani lehet, az Lane Caverbolltól A serkeny hívása, ez az Igazlátó krónikák első része. Ez egy ilyen alig 200 oldal szerintem. Igen, kicsivel több mint 200 oldal hosszúságú gyerekkönyv. Egyébként a címbecsapós, annyira sok sárkány nincs benne. De a lényeg az, hogy Dina egy szégyenlátó, és látja az emberek szemében nézve azt, amit mások szégyelnek az életükben. Ez az anyjától öröklődött rá, és ez okoz különböző bonyodalmakat, mivel egy nagyon rövid könyv, nem akarok nagyon spoilerezni, de ez egy dán könyv is, szóval van róla egy Barangolás Dániában videóm, azt is ide be fogom linkelni, hogyha ettől részletesebben szeretnétek hallani a véleményemet róla. Én ezt a könyvet nagyon szerettem, nekem nagyon tetszett, ez egy gyerekkönyv, egy pörgős, gyorsan lezajló gyerekkönyv, sok esemény van benne, nincsen annyira széthúzva a kötet, nekem ez ebben kifejezetten tetszett. A másik kötet, amit lehet választani, az Jodi Taylortól A semmi lány, ezt is sokszor láthattátok már nálam, ez éves kedvencem is volt, igazából ez is majd, hogy nem kedvenc könyvem volt, de nem fért volna már bele a listába. Ez már egy felnőtt kategóriájú könyv, de nem annyira nagyon durván felnőtt, tehát semmi olyan nincs benne, inkább csak maga a korosztály, aminek jobban játszik. Ez egy ilyen csiklit-szerű kötet, vagy olyan limonádénak is mondhatjuk. Mondjuk a limonádé az néha olyan degradáló kifejezésnek tűnik, pedig csak igazából annyit jelent, hogy könnyed és szórakoztató, nagyon szórakoztató, tehát én nagyon sokat nevettem ezen a könyvön. Igazából arról szól, hogy ez az, amiben nagyon béres keksi a túlóban. És arról szól, hogy Jenny egy nagyon félénk lány, és visszahúzódó, és dadog, és eljön egy pont az életében, amikor egy kicsit ki kell törni ebből a kis burokból, és hogy ez az egész szituáció hogyan hat rá, és hogyan történik. Arról szól ez a kötet. És én nagyon szerettem ezt a könyvet. Egyrészt a Semmi lánynak most jött ki februárban a második része, azt még nem tudtam elolvasni, de nagyon-nagyon szeretném már. Csak most fantasy február miatt fantasy könyveket olvasok, és még erre nem tudtam rávetni magam, de márciusban tudni, hogy első dolgom lesz kiolvasni a második részt is. Valamint a Sárkány hívása is ugye egy sorozat, ennek pedig valamikor idén fog érkezni már a második része, én úgy értesültem róla, úgyhogy igazából mindkettő sorozat, ez csak két részes, ez azt hiszem több részes, de mind a kettőnek lesz vagy már van folytatása, úgyhogy ebből a két könyvből lehet választani. Szabályok. Ez a videó február 27-én fog kimenni, és a határideje ennek a nyereményjátéknak, a jelentkezésnek március 7, ugye? Az a vasárnap. Direkt megnéztem, de nyilván elfelejtem. Igen, március 7-e vasárnap éjfélig lehet erre jelentkezni, és majd megpróbálom március 8-án hétfőn kihirdetni a nyertest. Igazából annyi lenne a dolgotok, hogy nyilván legyetek feliratkozó a csatornára, mert hát a feliratkozóim között szeretném ezt a két könyvet kisorsolni, és emellett
Írjátok meg kommentben, hogy a kettő könyv közül melyiket szeretnétek, mert két nyertes lesz ebben a nyereményjátékban, értelemszerűen az egyik nyertes megkapja a Semmilányt, a másik nyertes megkapja a Sárkány hívását, és így lesz kisorsolva a két könyv, majd azt nézem a sorsolásnál, hogy ki melyik könyvre jelentkezett. Igen, és körülbelül ennyi lenne, amit tudni kell. Ami még fontos, hogy amikor meg lesz a sorsolás, akkor az alá, a nyertes komment alá fogok kommentálni, hogy írjatok az e-mail címemre, a YouTube-os e-mail címemre, és akkor nyilván a nyertesnek kellene velem fölvenni a kapcsolatot, mert én nem tudom veletek fölvenni a kapcsolatot, mint hogy én nem tudom a ti elérhetőségeiteket, és akkor majd a többi akkor meg lesz beszélve. Szóval választhatok a két könyv közül egyet, és azt írjátok meg kommentben, és akkor március 7-ig tudtok erre jelentkezni, 8-án pedig sorsolás. Röviden tömören ennyi, egyébként a Semmilány főleg egy ilyen tavaszias könyv, én áprilisban olvastam, és nagyon jó hangulatot hozott, főleg ezután a téli depi után. Szóval ez lenne ez a kis nyereményjáték, és egyébként mind a két könyvet a Metropolis Media jóvoltából tudom nektek kisorsolni. Na, hát akkor mindenkinek sok sikert a nyereményjátékhoz. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!